Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, a Tosi Helytörténet Egyesület és az önkormányzat által közösen rendezett megemlékezésen. Kérem az egybegyűlteket, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Események két helyszínen kerülnek lebonyolításra. Itt a Millenniumi Emlékparkban a 2019 év október végén felavatott Szent Korona teljes elkészültének lehetünk a tanulni. Ezért hálával tartozunk a tervezőknek és a kivitelezőknek. Külön köszöntöm dr. Fehér Andrást és Szanyi Imre urakat. Itt szeretném megemlíteni, hogy Takaró Mihály úrnak is jelentős szerepe volt ennek a koronának az elkészültében, és falunk nagyra becsült lakójának, Király Lászlónak, akik jelentős pénzadományokkal támogatták az emlékmű kiterjesedését. Takaró Mihály úr családi elfoglaltság miatt nem tud itt lenni, de küldte jó kívánságait. Király László 103 éves korában sajnos itt hagyott bennünket, de jelenlévő lányainak, Klárikának és Julikának köszönjük az édesapja támogatását. A másik eseményünk majd a faluházba kerül megrendezésre, ahol megemlékezünk a 800 éve, 1222. április 24-én, tehát a mai napon, 800 éve, II. András király által kiadott okiratról az aranykulára. Külön szeretném köszönteni a tűzománc képek elkészítéjét, Szántó Éva művésznőt, és megkérem, hogy egy pár szóval mondja el az eseményt, hogy az indulástól, mire ez itt nekünk megvalósul. Köszönöm szépen! Először is szeretnék mindenkit üdvözölni. Hát nem vagyok igazán a szavak embere, én inkább alkotom. Hát ez egy hosszú folyamat volt, 600 munkaórán van benne, mikor a legelején megláttam az acéllemezeket, az csak egy tömb volt,
is láttam a végét, hogy mikor lesz ebből kész munka, de nagy kihívás volt számomra is, mert sok mindenre oda kellett figyelni, a kivitelezésben, zománcozás az egy külön művészet, úgyhogy röviden ennyit. Köszönjük, és bízok benne, hogy nagyon sokáig fogjuk ennek az alkotásnak a szépségét és a gyönyörét élvezni, és visszük a hírünket tovább az országba, mert nekünk megadatott, hogy van ilyen szempont. Igen, igen. És még szeretném megköszönni külön a Bubacsi Szilveszternek, hogy engem felkért erre a gyönyörű munkára. Nem tudom, hol a Szilveszter. Szia Szilveszter, köszönöm szépen még egyszer. És még nekem lenne így a minőségében egy ötletem, aminél mióta tőlem elszállították, úgy gondolkodtam, hogy sokáig ilyen gyönyörű maradjon és szép. Nekem lenne egy ötletem, nem tudom, ha nem is most, később, hogy kivitelezhető-e. Mind az eredeti korona, az is nem hiába van egy üveg alatt, mert azért ez... Mostani időjárásban ezek rossz idő nyáron ezek a szélsőséges, hogy egy ilyen üvegbúrát esetleg. Köszönjük szépen a gondolatot, és biztos, hogy mérlegelni fogja az Egyesület, igen, hogy ez hogy valósítható meg, és igen, a tartóságáról remélem, hogy nem csak mi, hanem az utókor is gondoskodni fog, hogy ez örökké itt legyen Tasnak ezen a monumentális alkotása helyén. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérni Dobos Bence református nagy tiszteletes urat, hogy áldja meg az emlékét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezen az újraavató ünnepségünkön hallgassuk meg Isten igéjét, János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második fejezetének 10. verséből. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a mi nemzetünkért és országunkért. Hálát adunk neked, hogy államalapításunk óta itt élhet ez a nemzet, és bár történelem viharában oly sokszor megtépáztatott, mégis még itt vagyunk, és emlékezhetünk az évszázadokra, amelyekben te megtartottál bennünket. Drága mennyei édesatyánk, e szent koronán Krisztus keresztje ékeskedik, mutatja, hogy Krisztus uralma alatt élhet e nemzet, e hazán, és add, Urunk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusunk legyen a mi életünk Ura és Királya. Mi pedig az ő koronás fője előtt térdet hajtsunk, és hódoljunk előtte, amint a mi Királyunk előtt. Legyen a szívünknek Ura, hogy az ő szeretetével tudjunk szeretni másokat is, és az ő Golgotai kereszt áldozata árán megszerzett érdemünket elfogadjuk, a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát. Drága Úr Jézus Krisztus, feltámadásod ünnepe után egy héttel újraavatjuk e szép művet, amely emlékeztet minket múltunkra és örökségünkre. Köszönjük, hogy a napon azzal biztatsz bennünket, hogy legyünk hűek, mint halálig, és nekünk adod az élet koronáját, az örök élet ajándékát. Add, Urunk, hogy tudjunk hűek maradni hazánkhoz, nyelvünkhöz, hitünkhöz, tudjunk hűek maradni örökségünkhöz, és azt tovább is tudjuk adni. Tudjuk féltve őrzött kincsként őrizni e mostani időben, amikor oly sok támadás éri a mi ősi szent örökségünket. Imádkozunk, Urunk, békéért, egészségért, amelyet csak egyedül te tudsz megadni az embervilágnak. Ámen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet. Legyen áldott ez alkotás, alkotói és megőrző.
Dese Gergő plébános uram, hogy szentelje meg az emlékét. Az emlékmű megáldásakor gondoljunk Szent Asztrikra, a koronát hozó Szent Asztrikra, aki Kalocsa első érseke volt, érsek püspöke, aki azt a megtiszteltetést kapta, hogy Szent István királyunknak, Szilveszter pápától elhozhatta azt a Szent Koronát, amely több mint 1000 esztendeje óvja és védelmezi nemzetünket, és iránymutatóként mutatja az utat Krisztus felé, aki mindannyiunk számára az út, az igazság és az élet. Ne vegyük le a tekintetünket erről az iránytűről, a keresztről, és adja meg számunkra mindenható Isten és Szent Asztrik égi közbenjárása, hogy az utánunk érkező nemzedékek is erre a keresztre úgy tekintsenek, életük és jövőjük zálogára. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését, te adod lelkünkbe az irántad való szeretetet, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Istenünk, a te neved szentel meg mindent. Szenteld meg és áld meg ezt az emlékművet, hogy hirdethessem a te örök dicsőségedet, és népünk, nemzetünk múltját, jelenét és dicső jövőjét. Krisztus, ami Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek áldása szálljon erre az emlékműre, és maradjon rajta mindörökké. Amen. Megkérem önöket, hogy közelebbről is tekintsék meg az emlékművet, gyönyörködjünk benne, és hogyha mindenki úgy érezte, hogy mindent meglátott rajta, amit akart, utána kérem, vonuljunk át a faluházba, és folytassuk az ünnepségünket. Köszönöm. Thank you.
minden. Nem csak minden. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet ezen a mai ünnepségünk második helyszínén. Tulajdonképpen a hétvégénk egy összefüggő, mondhatjuk úgy is, hogy összefüggő rendezvénysorozat három napja, ennek a harmadik napján vagyunk most jelen. Első napon pénteken este egy nagyon nagyszerű színházi előadást tekinthetett meg, aki eljött és vette a fáradtságot abban nagyon rossz időbe. A Dériné Társulat jóvoltából egy nagyszerű paraszt komédiának lehetünk a szemtanúi, vagy legalábbis egy annak az átdolgozásán. Tegnap a kulináris élvezeteké volt a hangsúly, a Borlovag Rend szervezett egy vormustrát, ami többen állítjuk, hogy nagyon jó sikerült. És hát a mai nap pedig az első felvonásban láthattuk, megcsodálhattuk azt a gyönyörű koronát, ami most már teljes díszében áll ott a templom mellett. Tulajdonképpen ez a korona, most megkökkentő dolgot fogok mondani, ennek az elkészítése, ugye két másodszor avatjuk fel, és nagyon fontos, hogy mind a kétszer ilyen ünnepélyes keretek között, mert nagyon fontos, hogy ez a dátum, amit jelképez, az minél inkább ismert legyen, és mindenki tudjon róla. Tudnélik, és az első avatáskor is volt szerencsém elmondani, és most is azért hangsúlyozom, mert ha az az esemény nem történik meg ott 1529. október 30-án, tehát Szulejmán nem adja vissza ezt a koronát Szapolyai János követeinek és a két velehozott kíséretet, illetőleg akik a fogságában voltak, a Várdai Pál nagyszombati püspököt és a koronaőrt, akkor vélhetően, ez föltételezés természetesen, nem tudjuk megerősíteni a történetben, nincs olyat volna, de ha eljátszunk a gondolattal, hogy a korona kikerül Isztambulba, és a többi keresztény értéket, keresztény erekékhez hasonlóan valami módon lába kell beolvasztják, vagy elajándékozzák valakinek, szőrészáma eltűnik, akkor ma nem tudnánk, hogy nézett ki a Szent Korona. Tudnélik, mértékadó leírások csak a 16. század második felébe készültek róla. Úgyhogy borzasztóan fontos dátum volt ez az 1529, és ennek a dátumnak az apropójából állítottuk mi ezt a Szent Koronát, és nem pedig csak a korona iránti tiszteletből, ez a csakok persze idézőjelben kell érteni. És hogy azt mondtam az előbb, hogy ezt megkökkentő dolgot fogok mondani, ez a korona állítást tulajdonképpen már 1990-ben elgondoltuk, legalábbis tudat alatt. Ugyanis akkor történt az egy baráti társaság részéről, hogy a millenniumnak, a millenniumi évnek szeretnénk valamilyen tartós emléket állítani, és akkor önkormányzat segítségével, aki megvásárolta azt a területet a tulajdonostól, fölállítottunk egy emlékhelyet, ami az 1000 éves évforduló iránti tiszteletből állott a mai napig. És ennek folyamán, ennek utó élete során 2004-ben folytatódott ez a fajta emlékhelyállítás, akkor a trianoni emlékművet állítottuk föl szintén ugyanakkor a vörös márványból. Abban az időben, 2004-ben, aki visszaemlékszik, ugye a politikai viszonyokra, az nem volt nagy támogatott dolog, hogyha mi trianoni emlékművet állítunk. De hála Istennek megvan, és reméljük, hogy sokáig meg is lesz még. Folytatódott ez a dolog a Szent Korona fölállítása, Szent Korona emlékmű fölállításával 2019-ben, szintén akkor, tehát a mostani önkormányzattal egy nagyszerű emlék, vagy egy nagyszerű együttműködés során megvásároltunk egy területet, és a Helytörténeti Egyesület, aki a korábbi, már utána, tehát a korábbi időben, ugye mi nem neveztük őket, annak nem neveztük magunkat, annak még nem alakultunk meg, mert 2010-ben alakult meg az Egyesület, onnantól kezdve már közösen az önkormányzattal ilyen emlékműveket tudtunk ott létrehozni, mint a Szent Korona emlékmű, illetőleg két évvel későbben pedig azt a trianoni emlékkiállítást a 20-as, illetve egy évvel később, ugye a 100. évfordulóra, amely azt gondolom, hogy az országban egyedülálló emlékmű, vagy emlékhely, tudnélik éjjel-nappal látható az a 14 stáció, ami 1920, illetőleg annak előzményeitől a világháború végéig követi szemmel, követi képekben is az eseményeket. Illetőleg a következő évben pedig tavaly adtuk föl a Horthy emlékhelyet, emlékművet, amely
melyben tisztelektünk az iránt, az államférfi iránt, irányában, aki ezt a folyamatot 1920 után megállította, és Magyarországot újra abban a helyzetben tudta hozni, természetesen a politikai elbarátaival, segítőivel együtt, amely aztán sajnos a II. Világháborúban ismét visszakerült abba a helyzetbe, amit 20 előtt volt, illetve a 20-as helyzetben, 20-as határhelyzetben. Tehát a parkban lévő emlékművek, emlékhelyek kialakítása, mint ahogy említettem, egyrészt önkormányzati nyilván anyagi támogatással valósult meg, de óriási szerepe volt az ott lévő emlékművek kialakításában a Tasi Helytörténeti Egyesületnek, és természetesen most a Szent Koronáról beszélünk, a Szent Korona alkotóinak is, Jóska említette a bevezetőjével kint, hogy kik voltak azok, akik ezt megalkották, a művésznő, aki most kiteljesítette ezt a látványt, és azt gondolom, bízom benne, hogy még nagyon sokáig gyönyörködhetünk majd benne, és híre megy, és az volna az igazán jó, hogy minél többen megismerjük, nem csak a tasiak, hanem országos szinten is, mert igazából erről nem lehet, hanem történelmi könyvben ez nincs benne, hogy ez az esemény mennyire fontos, és azért nem győzöm sokszor hangsúlyozni, hogy ez miért fontos Magyarországnak, és ezt mi szeretnénk minél inkább propagálni. Valamint tulajdonképpen az egész évünk egyfajta ünnepség, és minden olyan helyre, ahol valamilyen módon megemlékezés vagy ünnepség lesz, ki fogjuk tenni ezt a tárbát, amit a színpadon lehet látni. Tudnilik településünk ebben az évben ünnepli fennállásának 1020. évfordulóját, és hát ez nem egyfajta hasraütésből adódó szám, hanem természetesen dokumentálni tudjuk azt azzal a adománylevéllel, ami Szent Istvántól származik, és 1002-ben datálható, egy görög-latin nyelvű írásról van szó, amelyben említik az egyik települési alkotó részünket, Szántópusztát, és ennek keretében azt gondoltuk, hogy ezt az évet kimondottan ennek is a megünneplésére szánjuk, és ez a mai esemény is tulajdonképpen arról is szól, de egyébként a Szent Koronáról, illetőleg arról az aranybulláról, amiről majd kedves barátunk Miklós fog beszélni, és előre köszönjük neki ezt a lehetőséget, a szép muzsikát is, meg hát természetesen, amit majd elmond, hiszen ez egy olyan írás, egy olyan jogi formula, ami Európában az első volt, tehát világ történelmi, világpolitikai jelentősége hatalmas. Ezt is nagyon kevesen tudják, ezt nyilván az iskolában tanítják, de azt gondolom, hogy a jelentőségét talán nem domborítják annyira ki, mint amit egyébként megilletne neki, mert egy rendkívül fontos dologról van szó, ami meghatározta csak úgy, mint a Magyar Szent Korona, Magyarország több száz éves történelmét. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és a naptárunkban látható olyan kulturális és civil események, amik már eleve tudottak és benne voltak a tavalyi évi egyeztetésnél, figyeljék őket, jöjjenek. Ha meg természetesen olyan valami adhok módon előadódik és lesz, azt meg természetesen mindig propagáljuk, és az írott és a digitális sajtóban is nyilvánosságra hozzuk. Köszönöm szépen még egyszer a jelenetüket, és átadom Miklósnak a szót. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr. Hát nagyon nagy megtiszteltetésben részesültem, hogy én most itt lehetek. Hát nekem már régóta nagyon nagy, két nagy szívügyem van, az egyik a tárogató, a másik pedig a Szent Korona. Hát általában tárogatósként ismernek az országban nagyon sok felé, éppen ezért szeretnék egy kis dallamot eljátszani, meg ennek a dallamnak a verséről is elmondanék egy gondolatot. Ezt a verset 1920-ban írták, akkor, amikor a nagyhatalmak halálra ítélték Magyarországot Trianonban. Urbánczy Nándor egy nagy magyar hazafi volt, aki akkor kiírt egy pályázatot, hogy a költők írjanak valami olyan verset, ami erőt ad, ami hitet ad, ami buzdít arra, hogy a teljesen romba döntött országot újra föl lehessen építeni. Hát ez a vers nyerte ezt a pályázatot, és hát ennek most az első versszakát elmondanám
hogy mi is ez, tehát papvári elemérné hitvallás. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. És ennek a dallamát most elfújnám. Szépen köszönöm, és hát hogy is kerültem most ide, tavaly költöztem Soltra, és megismerkedtem egy tarsi nagyon kedves családdal, a Neszményi családdal, és hát a Zoli barátommal nagyon jól összebarátkoztunk, és többször beszélgettünk nagyokat a Szent Koronáról, és ő mondta először, hogy itt egy korona van fölállítva, és azonnal rohantam Tarsra megnézni, hát nem is láttam még így, ilyen méretű és tényleg ennyire szép emlékművet, hát most meg főleg most már úgy is néz ki tökéletesen, mint a Szent Korona, tehát ez egy gyönyörű, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek fogja visszaadni azt a hitét és tudatát, amire most nagyon nagy szükségünk lenne. És akkor mondta Zoli, hogy szeretnék leírni, mi a Szent Koronatan, hát fülig ért a szám, hát ez a kedvenc témám, és akkor nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ezeknek a tárló anyagainak az összeállításában én is segítkezhettem, nagyon megtisztelő, és biztos vagyok benne, hogy sok embernek fog a nézete megváltozni a Szent Koronáról, az őseinkről, az alkotmányunkról. És megpróbálom most nagyon röviden összefoglalni, hogy mi is tulajdonképpen a Szent Korona tan történeti alkotmányunk. Alapjában véve kétféle alkotmány létezik. Az egyik a szokási jogokon alapuló alkotmány, a másik az írott, úgynevezett kartális alkotmány. A szokási jogokon alapuló alkotmánynak az a lényege, hogy az őseink egyszer régen leültek, és összegyűjtötték az összes olyan szokásokat, törvényeket, kötelezettségeket, amik kipróbált és beváltak voltak, tehát ami egyértelműen bizonyította, hogy az ország érdekeit szolgálják, ezt lerögzítették, és attól kezdve ez bármikor rugalmasan fejleszthető, bővíthető, korszerűsíthető, mindig az adott kornak az igényeinek megfelelően, de mindig a már meglevő törvények szellemiségének megfelelően lehet bővíteni. Tehát olyan törvény nem kerülhet bele, ami szembefordul az ősi kipróbált és bevált törvényekkel. Tehát tulajdonképpen ez maga a Szent Koronatan. Hát ennek a legelső nyoma, amire most vissza tudunk menni, ez a vérszerződés. Tehát a vérszerződés 5 pontja, tehát ez volt az az alap, amire építkezett aztán később a teljes alkotmány, amit követett Szent Istvánnak az intelmei, majd 1222-ben az aranybulla, amit éppen most ünneplünk, most 800 éve, majd 1514-ben Verbőci foglalta össze az addigi törvényeket és szokásjogokat, majd 1848-ban a Pozsonyi Országgyűlésnek voltak nagyon korszakalkotó törvényei,
1867-ben a kiegyezés, és 1920-ban, Trianon után állították utoljára helyre a jogfolytonosságát ennek az alkotmánynak. Tehát ez mindig a régiekre alapozódva, korszerű és rugalmasan bővíthető, korszerűsíthető a kor igényeinek megfelelően. Ez utoljára 1944-ben a német megszálláskor szakadt meg, amit azonnal követett a szovjet megszállás, majd rendszerváltáskor, idézőjelbe teszem a rendszerváltást, tehát rendszerváltáskor kellett volna helyreállítani az ősi alkotmányunkat, ám sem akkor, sem azóta egyetlen hatalman lövő kormány még csak meg sem említi, hogy ez létezik. Tehát amikről elmondok, nehogy valakit zavarba ejtsen, hogy miért nem tud róla, erről nem tudhat senki, aki nem célirányosan ennek jár utána, tehát ezt sem iskolában nem tanították, mai napig sem tanítják, sem médiákban erről soha egyetlen szó nem esik. És a másik, az írott kartális alkotmány, ami úgy alakul ki, hogy egy adott hatalom szakít az addigi szokásjogokkal, és vagy ír saját magának egy új alkotmányt, vagy idegenből kölcsönöz egy alkotmányt, és attól kezdve azt kell betartani az ország lakóinak. Ez Magyarországon 1918-ban a Tanácsköztársaság alatt, tehát Károly Mihály volt az első, aki törvényesen megpróbált szakítani a Szent Korona alkotmányával, és egy sztálini, vagy egy szovjet típusú alkotmányt vezetett be az országba. Hát a következményeit mindannyian ismerjük, szinte a kipusztulás szélére sodródott az ország. Aztán ezt 1920-ban újra helyreállították, majd ahogy már említettem, a német megszállás és aztán a szovjet megszállás szakította meg újra. Az írott alkotmánynak az a lényege, hogy aprólékosan és pontosan leírnak mindent jogszabályt, jogilag körül fogalmazva, hogy mit nem szabad. A szokásjogokon alapuló alkotmánynak csak a főbb irányvonalak voltak lerögzítve, a többi egyszerűen magától értetődött, és a tisztesség és a becsület diktálta a többi törvényt, amit mindenki önként és dalolva könnyedén betartott, mert tudta, hogy ez a közérdekekről szól. Az írott alkotmány viszont arról szól, ha ezeket a jogi megfogalmazásokat valamilyen úton, módon meg tudod kerülni, akkor szabadon megteheted. Tehát, bocsánat, az általam mélységesen megvetett liberalizmusnak az alapeszméje, hogy mindent szabad, amit nem tiltanak. Tehát ez teljesen más típusú gondolat és alkotmány, mint a szokásokon alapuló alkotmány. Tehát egyik nagyon rossz tulajdonsága ez, a másik nagyon rossz tulajdonsága az, hogy minden hatalom olyan törvényt hoz, ami ennek éppen tetszik. Főleg, hogyha a parlamenti tömörülésben egyetlen csoportosulás eléri a kétharmadot, akkor ő saját maga törvényjavaslatot nyújt be, törvényerőre hozza és törvényerőre emeli. Tehát ez nálam nem demokratikus gondolkodásnak lehet nevezni. Tehát a régi törvény semmiben nem irányítja az új törvényt, tehát minden egyes hatalom olyan törvényt hoz, amilyen neki tetszik. És az ellentétes a régivel, akkor mindig a legutóbbi van érvényben. Nagyon sok rosszat el tudnánk még mondani a kartális alkotmányról, de talán nagyon röviden ennyi is elég. Jelen pillanatban kartális alkotmány vezeti Magyarországot, miközben a történeti alkotmányon, tehát a Szent Koronaton ma is érvényben van, ma is kötelező lenne használni, ezt törvényes hatalom még soha meg sem próbálta eltörölni, mert ezt nem is lehet. Ugyanis Szent István halála előtt a koronát, akkor még nem nevezték Szentnek a koronát, tehát a magyar koronát, azon keresztül az egész ország területét, lakosságát, kincseit, tehát mindent, ami a Kárpát-medencéhez tartozott, Szent István felajánlotta a nagyboldog asszonynak, akit ő egyesítette a Szűzanya eszmeiségével, és ezáltal ez egy nagyon meghatározott helyen és időben történt felajánlás volt. Tehát Nagy Boldogasszony napján és a pilisi Nagy Boldogasszony koronázó templomban, és ez ettől kezdve egy égi szerződéssé vált, amit, mivel hogy az egyik fél égi személy, ezt földi ember soha fölül nem írhatja.
Tehát ma is a Szent Korona alkotmányát kellene, hogy vezesse az országot, és ma is királyság Magyarországnak az államformája hivatalosan, méghozzá apostoli királyság, ami nagyon-nagyon fontos a jelen. Tehát még egyszer mondom, ma is az ősi alkotmányunkat kellene használnunk, de mivel 70 éve erről egyetlen szót nem beszélnek és nem tanítanak, így az embereknek a nagyon nagy többsége soha nem is hallott erről, hogy ilyen létezik, és éppen ezért rálegyint, hogy ugyan már, hát ez már régen volt, nem számít az már, pedig óriási a jelentősége, erről szeretnék majd most röviden beszélni. Tehát háromféle korona létezik, a köznapi korona, ami azt jelenti, hogy a király olyan abroncsot tesz a fejére, ami neki tetszik, semmilyen megkötöttsége nincs. Van az országló korona, amit akkor használ a király, amikor országos ügyeket kell intéznie, vagy törvényhozáskor, vagy másik király fogadásakor, tehát amikor mutatnia kell, hogy ő ennek az országnak a királya. És van egy harmadik terminus, amiről a tudósok igen-igen szeretnek elfeledkezni. Ezt úgy hívják, hogy beavató korona. A beavató korona és az országló korona között az a különbség, hogy a beavató korona az nem használati tárgy. Tehát a beavató korona egyetlen egy alkalommal találkozik a királlyal, akkor, mikor őt ezzel hivatalosan királlyá koronázzák. És a legtöbb királyunk soha életében többet nem is látta a Szent Koronát, az egy ládába elzárva, őrizet alatt volt, hogy nehogy eltűnjön, megsérüljön, vagy bármi is történhessen vele, hiszen maga a Szent Korona nem egy tárgy. Ez nagyon furcsa lesz majd, aki először hallja ezt. A Szent Korona egy élő, akarattal bíró jogi személy. A Teremtő Jóisten földi képviselője. Tehát a világ fölött a legmagasabb egyházi hatalom az maga a Szent Korona. A latin kétféleképpen fejezi ki a szent kifejezést, vagy úgy, hogy sancta, vagy úgy, hogy sacra. A sancta azt jelenti, hogy a pápa szenté avat valamit vagy valakit, és attól kezdve ezt az előszőt kapja, és a katolikus egyház berkein belül szentként tekintenek erre a tárgyra vagy személyre. A sacra kifejezés az azt jelenti, hogy nem a pápa közbenjárásától vált szenté, hanem ez önmagában szent és önmagában isteni. A magyar Szent Koronát, amióta szentnek nevezték, soha nem írták másképp, csak Hungária Sacra Korona. Tehát szakrális korona, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a Teremtő Jóistennel áll kapcsolatban. És az a király, akit úgy koronáznak ezzel meg, ahogy ez a törvények és előírásoknak megfelelő, és erre föl is van készítve, az közvetlen kapcsolatba kerül a Teremtő Jóistennel. És a Teremtő Jóisten gondviselését és iránymutatását közvetíti az ország lakói felé. Tehát ő nem uralkodó király, hanem szolgáló király. Óriási a különbség. Mi is a Szent Korona alap törvényei? Az első az, hogy Hungária Semper Libera. Magyarország örökké szabad. Tehát ez azt jelenti, hogy a Szent Korona fölött, és ezáltal a szakrális magyar királyság fölött semmiféle hatalom nem rendelkezhet. A Szent Korona, mint látjuk, egy zárt korona. Tehát egy keresztpánttal zárt korona, ami azt jelenti, hogy sem földi, sem egyházi hatalom nem rendelkezhet fölötte. Szilveszter, amikor visszaküldte a koronát, hangsúlyozom, nem ő küldte, hanem ő visszaküldte a koronát, akkor azt mondta, hogy én apostoli vagyok, ő azonban valódi apostol az érdemei szerint. És hogyha neki utána nézünk, akkor nagyon könnyen megtaláljuk azt, hogy Szilveszter pontosan ismerte Istvánt, hiszen ő volt a nevelője a Bajor udvarba, mielőtt pápává koronázták, vagy választották. Tehát az azt jelenti, hogy sem földi, sem egyházi hatalom nem rendelkezhet a Szent Korona fölött. Egész Európában a pápa nevezte ki a főpapokat, minden városba, Magyarországon csak jóvá hagyta azt, amit a magyar király döntött. Szent Istvánt és Szent Imrét Szent László avatta szenté. És Szent László hívott össze a szabolcsi egyházi zsinatot. Tehát csak azért szeretném ezeket kiemelni, hogy érezzük azt, hogy egészen mást jelent a Szent Korona, mint akármi másik országnak a koronája. Például a magyar királynak pápa választáskor vétójoga volt.
és ezt 1903-ban Ferenc József gyakorolta utoljára, amikor egy közismerten szabadkőműves pápát választottak meg, Rampullak nevezetűt, és Ferenc József azt mondta, hogy nem, új konklávét kell kiírni. És akkor választották meg Tizedik Piuszt, akit később szentté is avattak. Tehát egészen elképesztő dolog, mit jelent az apostoli magyar királyság. Tehát Magyarországot Mátyásig úgy nevezték, hogy archiregnum, tehát arra jelenti a jót, a megtartót, a követendőt, a regnum a királyságot. Tehát a két császár után a magyar királyra volt a legmagasabb hatalom Európában, földi hatalom. Egyházilag pedig nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a magyar apostoli király fölött áll hatalomban a római pápának. A következő a Szent Korona szuverenitása. Tehát megígérem, több latin szót nem fogok használni. Tehát a szuverenitás jelenti a korlátlan és megkérdőjelezhetetlen teljes hatalmat. Tehát ki gyakorolja a teljes hatalmat az országban, azért a szuverenitás. Az Európában általában kétféle módon működött, vagy központi, centrális hatalomgyakorlás működött. Ez azt jelenti, hogy egyetlen személy, tehát egy király vagy diktátornak a kezében a teljes hatalom összpontosul, azt tesz az országban, amit akar, mindenki az ő alattvalója, és mindenki a királynak tartozik hűséggel. A másik a népszuverenitás, amikor is a nép képviselők által, tehát megválasztott képviselői által gyakorolja a hatalmat. Hát ez egy gyönyörű szép elmélet, hát a gyakorlatról nekem egészen más a véleményem, de most nem akarok kitérni. Tehát akár egyetlen személy kezében van teljhatalom, tehát az őseink pontosan tudták, hogy nem szabad egyetlen személy kezében teljhatalmat adni, mert az félrevezethető, becsapható, megfélemlíthető, likvidálható, tehát befolyásolható ember. És egy emberen múlik minden, akkor az ország egy embernek a kezében van, és ő minden tönkre mehet. Tehát már az őseink is megosztott hatalomgyakorlást gyakoroltak, a Gyula és Kündű. Ezen kívül volt még más megosztott hatalomgyakorlás is. Na most a demokráciában, tehát a népszuverenitás, ez jelenti a demokrácia, ott a nép kiválasztja a képviselőit, akik attól kezdve viszont nem hívhatja ő vissza, nem vonhatja felelősségre, nem adhat neki a tanácsot, tehát attól kezdve 4 évig az a képviselő a parlamentben olyan törvényt hoz, amilyen neki tetszik. Hát szoktam kérdezni, hogy akkor a választóknak az akarata vajon hol jelenik meg. Tehát ugyanúgy diktatúrába torkollik a nép szuverenitás hatalma is, mint ha egyetlen kezében volna a teljhatalom. És ezen kívül van még egy harmadik út, ami a magyar apostoli királyság. Ahol nem a király kezében van a teljhatalom, nem a nép kezében van a teljhatalom, nem a kettői együtt, hanem a teljhatalom az a Szent Koronáé. Tehát ő áll a hatalom csúcsán, mint élő, akarattal bíró jogi személy. Minden törvényt, jogot, kötelezettséget a Szent Koronához kötöttek hozzá az őseink, és attól kezdve az megváltoztathatatlan volt. Csak fejleszteni lehetett. A Szent Korona megosztotta a hatalmát a király, a fő és a nemzet a tagok között, és egyik oldal sem hozhatott úgy törvényt, hogy ezt a másik oldal ne hagyja jóvá. Tehát ezt nevezik valósan megosztott hatalomgyakorlásnak, és ez az egyetlen módja a diktatúra kivédésének. Tehát akkor, amikor nem egyetlen oldal kezében teljhatalom összpontosul, hanem ez mindig van egy másik oldal, ami ugyanolyan 50%-kal bírja a hatalmat, és bármelyik oldal hatalmi kilengését a másik oldal nem fogja megengedni. Tehát ez a diktatúrának a kivédési módszere, és ez jelenti a Szent Koronának a legfontosabb alapelvét, a megosztott hatalomgyakorlást. A következő a tulajdonjog. Érdekes, az őseinket soha nem nevezték földtulajdonosnak, csak földbirtokosnak. Nagyon hasonlít a két fogalom egymáshoz, de mégis egész mást jelent. Tehát a tulajdon, jog, az minden embernek a legrosszabb tulajdonságait fogja előhozni. Az önzést, a hatalomvágyat, az uralkodhatnékot és az egót.
Nekem mindenhez jogom van, azt teszek, amit akarok, senki nem szólhat bele, mert ez az enyém. Ez minden embernek a legrosszabb irányba viszi tovább. Viszont a birtokjog az azt jelenti, hogy ez nem az enyém. Én ezt az őseimtől kaptam kölcsön, és a következő nemzedéknek kell továbbadnom. Ha nekem jogom van összetörni, megsemmisíteni, eladni az ősi birtokomat, akkor mit adok tovább a következő nemzedéknek? Akkor a következő nemzedék már csak szolga lehet a saját hazájában. Éppen ezért Magyarországon egyetlen tulajdonos létezik, ő felsége a Szent Korona. Rajta kívül még a királynak is csak birtokjoga volt. És ez rendkívül fontos. Tehát mai napig azt szoktam, tehát fogalmakat is leírtam a könyveimbe, mit jelent a nemzet. A nemzet kifejezés az azt jelenti, hogy ismerem a valós múltamat, annak a szellemiségében élem a magam rövid cselekvő életét, és ugyanezt adom tovább a következő nemzedéknek. Tehát nem, sajnos tudjuk, hogy mindig a győztes írja a történelmet, és bizony jelen pillanatban is semmi köze nincs a tanított történelemhez a valóságnak. Még mai napig az ellenségeink írják a történelmünket, egyszer majd csak fölébredünk. Tehát csak a tulajdonosnak van joga idegennek eladni, hoppá, hát itt a legtökéletesebb magyar földtörvény. Tehát csak kizárólag magyar ember birtokolhat Magyarországon birtokjogot. Na, ettől egyszerűbben nem lehet megfogalmazni, úgy gondolom. Nem lehet fölvenni rá hitelt, hiszen a bank azonnal tulajdonjogot tesz rá, el lehetetleníti, hogy visszafizesd a hiteledet és visz mindent. Évezredek óta ez ugyanígy történik, mai napig is működik. Nem lehet a föld szerkezetét megváltoztatni, tehát ami szántóföld, szántóföld, ami legelő, az legelő. Minden az, amiből legtöbbet lehet kihozni abból a földből. Nem lehet eladni a föld kincseit, hiszen az a Szent Korona tulajdona, azért, hogy az egész ország jólétét biztosítsa belőle. Hol vagyunk ma ehhez? Nem lehet a környezetszennyezést, tehát ezekhez csak kizárólag a tulajdonosnak van joga, a tulajdonos a Szent Korona, ő ezeket pedig nem fogja megtenni. Tehát így tudta a Szent Korona a 400 éves Habsburg uralom alatt is megőrizni a magyar földet, és nem tudták kivásárolni alulunk, nem tudták tönkretenni Magyarországot, mert a Szent Korona őrizte a magyar földet, és megvédte mindenféle külső agresszióval szemben. A következő a jogok és kötelezettségek aránya. Illetve az előző, hogy még egy mondatot, hogy még megerősítsem a lényegét. Tehát a Szent Korona területén minden föld alatt, földön vagy föld felett levő érték, erőforrás vagy kincs a Szent Korona tulajdona azért, hogy az egész ország jólétét biztosítsa belőle. Tehát ez jelenti a közérdek. A jogok és kötelezettségek aránya. Azt jelenti, hogy mindenki a joga és kötelezettségei egységében egyforma szabadságjogot élvez. Ezt egy kicsit bontsuk szét ezt a mondatot. Tehát ha valaki teljesítette a kötelezettségeit, az éppen rá mért kötelezettségeit, ez mai nyelven úgy lehet talán lefordítani, hogy adófizető állampolgár jelenleg, vagy az volt, tehát letette az asztalra azt, amit neki le kellett tenni, az teljes értékű jogokat élvez, és ugyanazt elveti az asztalról, amit mindenki más is. De ha valaki nem teljesíti a kötelezettségeit, nem kötelező, abban a pillanatban annak arányában a jogait is meg fogják nyírbálni. Tehát nehogy az döntse már az ország sorsát, aki még soha nem tett érte semmit. Ma Magyarországon egy népcsoportnak csak jogai vannak, egy másik népcsoportnak meg csak kötelezettségei. Ezt nevezik igazságos demokráciának. Ugyanakkor, ha valaki túl teljesíti a kötelezettségeit, az többletjogokat kap. Ez volt valamikor a nemesség. Ő neki sokkal több joga volt, mint teszem azt egy jobbágynak, de sokkal több kötelessége is. Tehát a nemes az életével szolgálta a koronát, a paraszt a munkájával szolgálta a koronát.
És a jobbágytelket nem vehette el senki a jobbágytól, az az övé volt és az utódai. Tehát arányaiban mindenkinek megvoltak a jogai és a kötelezettségei. Nagyobb jogokkal nagyobb kötelezettség járt, kisebb jogokkal kisebb kötelezettség járt. Ezt nekünk soha nem tanították. Csak azt, hogy milyen igazságtalan elnyomó rendszer volt, kihasználták a jobbágyokat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy válasszon ki valaki bármilyen korszakot, századot a második évezredből, de tényleg tanulmányozza, hogy milyen jogok és törvények voltak az országban, és hasonlítsa össze a ma általunk fölnézett nyugati országok közül bármelyikkel ugyanabban a korban a törvényeket. Egészen döbbenetes különbségeket fog látni. Az ellenállás joga, és akkor itt most egy kicsit kitérnék az aranybullára. Tehát az aranybullát 1222-ben írták le a nemzet, a nemesség írta, nem a király írta az aranybullát. Második Endre királyunk, hát igen-igen sokat úgymond csavargott a világban, tehát a Szentföldre többször is vezetett hadjáratot, és ő nem, tehát sokat volt távol az országból, és itthon a német feleség és a német lovagok kezdték átvenni azt a hatalmat, és tönkretenni az ősi alkotmányosságunkat, és ezt fölismerte a nemzet, és leírta 31 pontban, hogy mi alapján kell helyreállítani a jogrendet, hogy, tehát pontosan látták, hogy amit most monetáris háttérhatalomnak nevezünk, az már akkor tökéletesen működött, és már régen bezabálta az összes nyugati királyságokat. Nagyon egyszerű trükkel, ugyanis össze kell veszíteni két szomszédos királyt, mind a kettőnek kölcsönt adni, az egyik győz, a másik veszít. Aki győz, az vissza tudja adni a kölcsönt, ez kifosztja a másikat, a másik nem tudja visszafizetni a kölcsönt. És akkor azt mondják neki, hogy nem vagyunk mi olyan rossz emberek, elengedjük neked az adósságodat. Két dolgot kérünk, hogy a pénz forgalmazás és a pénz gyártás jogát add át nekünk. A király örült, hogy nem kell visszafizetni az adósságot, abban a pillanatban a király már csak bábú, tehát aki a pénzt gyártja és forgalmazza, az irányítja az országot. És ez is kezdett már egyre jobban rémmé válni, és ezért írták le ezt a 31 pontot, és amikor hazajött a király, akkor elé tárták, hogy na uram király, légy szíves, ezt írd alá. És az uram király aláírta, mivel hogy a nemzetnek ugyanolyan jogai voltak, mint a királynak. Megosztott hatalomgyakorlás. És most nem szeretném ezt a 31 pontot végigsorolni, viszont az utolsót arról szeretnék beszélni, a 31. törvénycikk, ez volt az úgynevezett ellenállás joga. Az ellenállási jog már a vérszerződésben le volt írva, az utolsó két pont, hogy sem a fejedelem, sem a nemzet nevében nem fordulhat senki a leírt kötelezettségekkel. Na most ezt az aranybullának az utolsó pontjában nagyon megerősítették, és hogyha megengedik, ezt felolvasnám, mert nem hosszú, viszont nagyon, itt van, nagyon érdekes, ha elemezzük, hogy mit is jelent ez a pont. Tehát oly módon, hogy az írást mindenkor szem előtt tartván, se ő maga meg ne tévejedjen valamiképpen a mondott dolgokban, sem a királyt vagy nemeseket vagy másokat megtévedni ne engedjen, hogy ők is örüljenek az ő szabadságuknak, ezért nekünk és a mi következőinknek, mondja a király, minden időben hívek legyenek, és a királyi koronának tartozó engedelmes szolgálatjukat meg ne tagadják. A második paragrafus, hogyha pedig mi vagy az utánunk következő királyok közül valaki ezen szerződésünknek ellene járna valaha, ez a levél adja a szabad hatalmat mind a püspököknek, mind a jobbágyuraknak, országunkbeli nemeseknek, mindnyájan, egyen-egyen a jelenvalóknak, a jövendőbelieknek, az ő megmaradékaiknak, hogy nekünk és az utánunk következő királyoknak minden hűtlenség szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellenmondhassanak mindörökké. Az első részben egy döbbenetes dolgot mond a király, azt mondja, hogy ezért nekünk és a mi következőinknek minden időben hívek legyenek, és a Szent Koronának tartozó engedelmes szolgálatjukat meg ne tagadják. Na itt egy fogalmat kell elmagyaráznom, a hűség. És éppen nagyon köszönöm tiszteletes úrnak, hogy pont ezt az igét választotta, nagyon megörültem neki, ugyanis a hűség a szakrális királyságnak az alap gondolata. A hűség az azt jelenti, hogy hű vagyok egy személyhez vagy eszméhez,
bármihez. Ez nyugaton minden országban a király személyéhez kellett hűségesnek lenni, hiszen a király volt a hatalom csúcsán. Ám de Magyarországon nem a király volt a hatalom csúcsán, hanem a Szent Korona. Tehát a hűség nem a király személyének járt, hanem magának a koronának. Addig, amíg a király szolgálta a koronát, elfogadta maga fölött az isteni iránymutatást, addig mindenki engedelmesen szolgálta a királyt. Ám ha a király szembe mert fordulni a koronával, akkor a magyar nemzet fogta a királyt, luxemburgi Zsigmond megkoronázott magyar király volt, idegenből került az országba, megkoronázták, és ő azt hitte, hogy olyan hatalma van, mint a nyugati kollégáknak, elkezdett rendeletileg irányítani, erre megfogták a királyi tanács, megfogta a királyt, és 6 hónapra bezárta a siklósi várbörtönbe. Gondolom, odaadta neki a Corpus Juris, hogy ne unatkozzon egyedül. Amikor kiengedték a királyt, akkor a király mindenkinek köszönő oklevelet írt, és birtokokat adományozott, hogy a Szent Koronához való hűségüket bebizonyították akkor, amikor ő nem a Szent Korona szellemiségének megfelelően járt el. Hát ettől gyönyörűbb oklevelet elképzelni nem lehet. Szoktam kérdezni, hogy a 8. Henrik hogy viselkedett volna ilyen esetben. Tehát a hűség a király a koronának járt, és hogyha valaki bebizonyította a hűségét, akármilyen egyszerű parasztember, ha a király erre fölfigyelt, akkor a király a Szent Korona tulajdonjogából birtokjogot adott annak az embernek, ami örökön az övé és az utódaié maradt, és nemesi rangot. Tehát több jogot és több kötelezettséget. Ezt a nemes kétféleképpen veszíthette el, ha nem maradt utódja, akkor a birtok visszaháramlott a koronára, és a király egy másik nemesnek újra kioszthatta, vagy ha szembe mert valaki helyezkedni a Szent Korona jogrendjével, ezt rábizonyították, ez jelentette a hűtlenség és hazaárulás fogalma, ha valakire ezt rábizonyították, annak a büntetése teljes vagyon és fővesztés volt. Elnézést, most egy erős mondatot nem muszáj elmondanom. Semmi más nem kellene most tudnunk, csak ezt a hűséget újra megismerni, a Szent Koronához való hűséget, és megkérdezni ott a nagyházban levő embereket, hogy barátom, hűséges voltál te a koronához? Nem? Akkor mit keresel itt? Föl kellene tölteni olyan képviselőkkel, akik esküt tesznek a Szent Koronára, tehát először is ismerik a Szent Koronát, a törvényeit, esküt tesznek rá, az utolsó 2 mondatban ott szerepeljen az a szankció, amit önként magállal vállal, ha ő ezt az esküjét megszegi. Ilyen képviselőkkel föltölteni a parlamentet, akik azonnal helyreállítanák a jogfolytonosságát a Szent Koronának, és Magyarország elindulna azon az úton, amit az őseink jelöltek ki a számunkra. Tehát ezért rendkívül fontos a hűség. És itt azt mondja a következőkbe, hogy tehát a nemeseknek, és itt egy érdekes szó, jobbágy uraknak. Ezt úgy néha szeretném, ha valaki elemezni, mit jelent ez a szó. A jobbágy egyébként a nádort nevezték jobbágynak, az ország legmagasabb király után következő címét. Tehát a nádor volt a jobbágy. És azt mondja, tehát a hűtlenség szégyen a vallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mindörökké. Tehát, ha a király szembeszegül a Szent Koronával, akkor a királyt is félre lehet állítani. Tehát a királynak nincs teljhatalma. Ez óriási jelentőségű. Egyetlen ilyen törvényt nem ismerek a világon. Na most, ugyanakkor az aranybullakor olyan törvényt is hoztak, hogy attól kezdve minden királynak koronázása előtt hitlevelet kellett írnia, amiben előre elkötelezi magát, hogy soha nem fordulhat szembe a Szent Korona jogrendjével, és a koronával a fején koronázáskor erre esküt kellett tennie. Na ezt az esküt nem lehetett nem betartani. Na most, amíg szakrális királyaink uralkodtak, tehát Mátyás volt az utolsó, addig ennek nem volt igazán jelentősége. De amihelyest nem magyar szívű és magyar nyelvű királyok uralkodtak, na attól kezdve óriási volt a jelentősége. Első Lipót alatt űzték ki a törököt Magyarországra az összefogott európai erők, és akkor Lipót azt mondta, hogy na most le van gyöngülve az ország, összesen 3 millió lakos létezett a Kárpát-medencében, hát akkor most bekebelezzük osztrák gyarmatnak, és én majd úgy irányítom, ahogy én akarom.
Ugyanis a magyar király és a német császár egy is ugyanezen a személy volt tulajdonképpen. Ő az összes tartományát úgy rendelkezett vele, ahogy ő akart, Magyarországgal nem. Ugyanis Mátyás halála előtt látta azt, hogy ő az utolsó szakrális király, utána már nem magyar nyelvű és szívű királyok következnek, és még jobban megerősítette a nemzet hatalmát, hogy még egy ellenséges király se tudjon uralkodni az ország fölött. Létrehozta az alispán jogokat. Tehát a vármegye kiválasztotta a főispánt, aki a király előtt tett hűségesküt, és a király rendeleteit vitte le a vármegyékhez. A vármegye megválasztotta az alispánokat is, abból többet is, akiknek az volt a feladata, hogy a király leíratait megvizsgálták és döntettek, hogy igen, a királynak joga van ehhez, végrehajtjuk, nem, a király túllépte a hatáskörét, nem hajtjuk végre. Na most, mai fejjel gondolkodva, hát akkor az a király biztos meg tudta egy kicsit korrumpálni azt az alispánokat, hogy na ne tiltakozzanak már. Ha ezt a vármegye észrevette, hogy az alispán korrumpálható, a hűtlenség és hazaárulás büntényét hajtotta végre, és azonnal teljes vagyon és fővesztéssel járt. Szerintem meggondolta. De ha teszem azt, hogy tovább korrumpálta az egész vármegyét, hogy na ne váltsatok már le, akkor az egész vármegy elveszíti a nemességét. Tehát ezt a törvényt nem lehetett nem betartani. És ez olyan törvény volt, amivel az összes Habsburgok akarata mindig megtört. Tehát Lipót háromszor végeztette ki az alispánokat, Fogaras környékén például, mert mindig nemet mondtak neki. És akkor az utolsó alkalommal a magyar nádor és egy erdélyi főúr, Bethlen Miklós, fölment Bécsbe, hogy beszélni akarnak Lipóttal. Állítólag ő azt mondta, hogy ő nem ér rá, beszéljenek a kamarillával. És akkor mondták a kamarillának, hogy mondják már meg Lipótnak, hogy olvasná el a hitlevelét és a koronázási esküjét. Mert ha ő a szembe fordul, az Jóisten írmagostól fogja eltakarítani a földszínéről. És erre állítólag belépett Lipót, és azt mondta, hogy mindent írjanak le, amit a magyarok követelnek. Egyetlen dolgot kért, akkor adta vissza Erdélynek a függetlenségét, tehát a diploma Leopoldumban. Azt kérte, hogy az ellenállási jogot, tehát ami az aranybullában szereplő ellenállási jog, arról mondjon le a magyar nemzet. A magyar nemzet erről könnyedén lemondott, hiszen a nemesi alispáni jogok ettől már sokkal erősebb ellenállási jogot biztosítottak az országnak. Azóta is, még IV. Károly hitlevelében is benne szerepel, hogy kivéve 1222-31. Törvénycikk. De még egyszer mondom, a vármegy ellenállási jogától sokkal erősebb volt. Két dolgot kell még elmondanom, a jogfolytonosság. Mit jelent ez a szó? Akkor törvényes Magyarországon a hatalomgyakorlás, ha a hatalom csúcsán a Szent Korona van. Ha ő korlátlanul tudja gyakorolni a teljhatalmát. Négy olyan ok történhet meg, amitől ideiglenesen, és hangsúlyozom, ideiglenesen megszakad a jogfolytonosság. Az egyik az, hogyha a király nincs megkoronázva a Szent Koronával. Tehát csak a Szent Koronával és hitelesen megkoronázott király lehet Magyarország királya. És történelmi példákat nem akarok most felsorolni. Második József meg sem koronáztatta magát, mert tudta, hogy akkor nem fordulhat szembe a magyar jogrenddel. Ha a király teljhatalomra próbál törni, hát ezt próbálta a Luxemburg is, így mondta, aztán a Habsburgok meg folyamatosan végig. Na, akkor megszakadt a jogfolytonosság, például második József 10 évig uralkodott, és amikor meghalt második József, akkor helyreállították újra a jogrendet, a jogfolytonosságot. Ha a nemzet nevében, nem, a nemzet meg se próbálna ilyet, a nép nevében teljhatalomra próbál törni valaki, akkor is megszakad a jogfolytonosság, tehát ezért törvénytelen a jelenlegi alkotmányunk és államformánk. És a negyedik pont, hogy ellenséges katonák tartózkodnak az országban. Tehát ez a négy pont meg tudja szakítani a Szent Korona jogfolytonosságát, és egy törvénytelen, illegitim állapot következik, amely addig tart, amíg a megszakadást előidéző ok meg nem szűnik. Amikor az megszűnik, akkor ki kell jelenteni a jogfolytonosság helyreállítását, föl kell állítani egy alkotmányt helyreállító nemzetgyűlést, aki kizárólag csak a Szent Koronának tartozik elszámolással, és ő
kigerebjézi az összes illegitim időben hozott törvények közül azt, ami törvénytelen, ami nem felel meg a Szent Korona jogrendjének. Tehát vissza kell menni az utolsó törvényes napig, ez 1944. március 18-a, 19-én volt a német megszállás, tehát 44. március 18-áig vissza kell menni jogilag, és a köztes hozott törvényeket nyugodtan egy lendülettel ki lehet dobni az ablakon. Törvényszegés jogot nem alapoz. Ez egy nagyon szigorú mondata a Szent Koronának. Tehát illegitim időben hozott törvények nem maradhatnak érvényben. Az, ami szembefordul a Szent Korona jogrendjével. Tehát az alkotmányozó nemzetgyűlés megvizsgálja ezeket a törvényeket, és megsemmisítenek minden olyat, ami szembefordul az ősi alkotmányunkkal. És attól kezdve az ősi alkotmányunkat lehet bővíteni, fejleszteni, természetesen vannak benne olyan törvények, amik fölött már úgymond eljárt az idő, magától értetődik. Azokat lehet fejleszteni, korszerűsíteni, de semmit nem szabad eltörölni. Tehát ezt jelenti a jogfolytonosság helyreállítása. Na most 44-ben a német megszállás, szovjet megszállás, és amikor a szovjet, utolsó szovjet katona elhagyta az országot, a következő kormánynak kellett volna ezt kutya kötelességszerűen végrehajtania. Erre Antal József a képünkbe vigyorgott, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. És ugyanazt az alkotmányt vezette, a sztálini alkotmányt vezette tovább, mint ami a kommunista alkotmányunk volt. Tehát ezért mondom, hogy ez a jogfolytonosság helyreállítása, ez a mai napig nem történt meg, tehát ez a kulcsa annak, hogy az ország vissza tudjon térni az eredeti útjához. És az utolsó a parlamenti felsőház. Tehát megnézzük a parlamentünket, teljesen szimmetrikus épület, középen a kupolacsarnok, egyik oldalon vannak az általunk választott, meg a nem általunk választott képviselők, akik törvényjavaslatot hoznak, megszavazzák és törvényerőre emelik. A másik oldalon meg van egy üres nagyterem, amit a turistáknak mutogatnak pénzért. Na ez a parlamenti felsőháznak a helye. Mi lenne a feladata a felsőháznak? Az, hogy az alsóházban levő képviselők törvényjavaslatokon vitatkoznak, de nem ők fogadják el a saját maguk által kitalált dolgokat, hanem ezt benyújtják a felsőház részére elbírálásra. És a felsőházban levő összes képviselő kizárólag csak a Szent Koronának tartozik elszávolással. Tehát mindenben a Szent Korona jogrendjét kell neki vizsgálnia, és mindenki a maga szemlélete vagy a maga tudása alapján megvizsgálja azt a törvényjavaslatot, hogy ez megfelele a Szent Korona jogrendjének. Ha igen, akkor megy tovább a következő fórumhoz. Ha legcsekélyebb módon valakinek, hát szerintem ott kiskaput nyitna, vizsgáljuk meg. Akkor megvizsgálják pártérdek és indulat nélkül. Megvizsgálják, és pontos indoklással visszaküldik az alsóháznak újra tárgyalásra. Ha súlyos ez a törvényszegés, akkor pedig megnézik, hogy ki kezdeményezte ezt a törvényt. Azonnal föláll az alsóházból és a bíróság elé áll hűtlenség és hazárulás vádjával. Tehát ez jelenti a megosztott hatalomgyakorlást. De nem, és kinek kell lenni a felsőházban? Az egész ország civil szervezeteinek, a képviselőinek, tehát le kell fedni az egész ország érdekét. Egyrészt, másrészt a történelmi egyházak vezetőinek, ebből Magyarországon három van, és mind a három méltatlan erre a helyzetre, ugyanis akkor, amikor mindegyik főpap kijelentette, hogy június 4-én nem szabad harangozni, akkor megmutatták, hogy ők hova tartoznak. A negyedik, a Erdélyben levő unitárius egyház, őre ez nem vonatkozik. Az akadémiák vezetőinek, hát természetesen nem a jelenlegieknek, ezt gondolom nem kell magyaráznom, az elszakított országrészek képviselőinek, hiszen ők ugyanolyan magyarok, mint mi vagyunk, és a direkt oda választott vagy oda küldött képviselőknek kell helyet foglalni a felsőházban, és még egyszer mondom, pártérdek nélkül a Szent Korona érdekeit vizsgálva kell a törvényjavaslatokat megvizsgálni. Ha megfelel ez a törvényjavaslat, akkor megy a következő fórumhoz, a koronatanácshoz. A koronatanács a királynak segítői, tanácsadójai, vagy helyettesítői, hogyha éppen a király nincs az országban. A koronatanács is megvizsgálja ezeket a törvényeket, ő is dönt, hogy vagy visszaküldi,
újra tárgyalásra, vagy mehet tovább, mehet a legfősebb fórumhoz, magához, a királyhoz, a király is átvizsgálja ezt a törvényjavaslatot, és hogyha ez ilyen három szűrőn átmegy egy törvényjavaslat, plusz még a vármegyék alispánjai is ugyanezt ugyanígy megvizsgálják, akkor egészen nyugodtak lehetünk, hogy az a törvényjavaslat biztosan Magyarország érdekeit fogja képviselni. Ez egy olyan tökéletes önvédő rendszer, amiben semmilyen rossz vagy másik oldal nem fér bele. Ugyanis mindenki egymást is ellenőrzi. És hogyha valaki át akar engedni egy olyan törvényjavaslatot, ami nem felel meg a Szent Korona jogrendjének, azonnal kilóg a lóláb. És számon kérik, hogy miért? Miért akartad te ezt átengedni? És már repül is a pozíciójából. Tehát nagyon röviden ez lenne az, amit a Szent Korona tanról tudni kellene, és ezeken a táblázatokon hát nagyon röviden ez van leírva. Én nagyon, de nagyon boldog vagyok, hogy létezik az országban egy olyan hely, ahol ez nyilvánosság elé van tárva. Ugyanis amikről én most beszéltem, erről az embereknek a többsége nem tud. Viszont, hogyha meglátja a koronát, és utána elolvassa mögött a tárolókon ezeket a törvényeket, akkor én úgy érzem, egészen meg fog változni a véleménye. Tehát még egyszer mondom, nekem óriási megtiszteltetés, hogy ebben valamilyen szinten én is részt vehettem. És még egy dolgot szeretnék elmondani. Tehát beszélgettünk arról, hogy hát ezeket a tárolókat ugyebár nem akármilyen fából, és hát ez ennek komoly értéke van, és előbb-utóbb ez majd sikerül és elkészül. Ehhez én nagyon szívesen szeretném felajánlani a segítségemet. Én egy tárogatós koncertet nagyon szívesen felajánlok, és egy ilyen támogatói jegyekkel jöhet bárki a koncertre, és ezen a jegyen rajta szerepel, hogy ő 2000, 5000, 10000 forinttal hozzájárult ahhoz, hogy ezek a tárlók elkészüljenek, ami örökké a kezében marad, és egy kellemes emlék marad még 20 év múlva is, hogyha a kezébe akad, hogy hát abban nekem is benne van a pénzem. Egy ilyen koncertet kellene, én úgy gondolom, ha sikerülne megszervezni, én nagyon szívesen eljövök, bemutatom a tárogatót, a történetét, a régi tárogató történetét, csak verseket, idézeteket mondok, tehát egy szép kerek műsor, és én úgy gondolom, hogy ezzel talán kicsit lehet segíteni ahhoz, hogy az összeg hamarabb összegyűjjön, tehát én ezt nagyon szívesen felajánlom, és majd, ha van rá igény, akkor egyeztetünk időpontot, és nagyon boldog lennék, ha ez sikerülne. Két könyvet írtam eddig, az elsőnek az a cím, hogy első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, amiben most elmondtam, ezeket írtam le. Ehhez hasonlóan igyekeztem a lehető legközérthetőbben beszélni róla. Mi vagy én is egyszerű hétköznapi ember vagyok, nem vagyok jogász, éppen ezért nem vagyok rákényszerítve, hogy mindent jogilag magyarázzak el, és ettől kezdve érthető is talán, amit elmondok, legalábbis ezt mondták. A második könyvem a szakrális királyságról szól, hogy mit is jelent a szakrális királyság. Tehát ma úgy tanítják a történelmet, és ezért érthetetlen, hogy Szent István teszik fordulópontnak. Tehát előtte volt az úgymond pogányság, utána a kereszténység vagy királyság. Na most ezt úgy gondolom, hogy ez totális hazugság és csúsztatás. Három részre kellene választani a magyar történelmet. Szent István előtt szakrális fejedelemség, Szent István és Mátyás között szakrális királyság, és Mátyás után következő nem szakrális királyság. Tehát a jelen pillanatban az utóbbi kettőt mossák egybe a számunkra, és ezért teljesen érthetetlen a magyar történelem. Én úgy gondolom, hogy a szakrális fejedelemség és a szakrális királyság az, ami szervesen összekapcsolódik, ugyanis Szent István semmiben nem szegte meg a vérszerződés törvényeit, hanem megerősítette a vérszerződés törvényeit. Ma nagyon sok embernek szó szerint Szent István gyűlölet vagy fóbia van a fejükbe ültetve, ugyanis az ellenségeink tudják a legegyszerűbb alaptörvényt, oszd meg és uralkodj. Tehát, hogyha éket tudsz verni közéjük, akkor sose lesz közöttük egyetértés. Tehát a második könyvem erről szól, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni a történelmünket, és mi az, amit ki kell belőle emelni, mert az már nem a mi törvényeink által működött. Tehát a második könyvem erről szól. És hát most éppen most gyártom CD-imet, egyféle CD-m van itt most nálam, ami katonadalokról szól, ha valakit érdekel, nagyon szívesen dedikálom.
a könyveimet és a CD-imet is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, lehet, hogy egy kicsit talán kimerítő voltam, de próbáltam lehető legtömörebben összefoglalni, és azt tudom mondani, nagyon büszkék lehetnek magukra a tassiak, hogy egy ilyen dolgot létrehoztak. Én nem is tudok másikról, hogy van-e ilyen, főleg ahol még a Szent Kornatan is le van írva. Úgyhogy nagyon gratulálok mindenkinek, és még egyszer mondom, köszönöm a lehetőséget, hogy itt voltam. Egy rövid mondatot szeretnék hozzátenni. 2010-ben, amikor engem polgármesterre választottak, és itt a környéken viszonylag több barátomat, volt egy nekünk szervezett polgármestereknek szervezett fórum, ahol a legfősebb politikai körökből is sokan részt vettek, többek között Lezsák Sándor, aki már akkor a parlament alelnöke volt, és kérdeztem tőle, hogy hát a Szent Koronatan hogyan fog beépülni, vagy hogyan lesz szimbolizálva a új magyar alkotmányban, ami akkor volt folyamatában, akkor készült még, tehát az következő év tavaszára fogadta el a új parlament. Azt mondja, nyugodj meg, a szellemisége benne lesz. Én nem vagyok ennek a témának ilyen mélységben természetesen a szakértője, vitatkozni se tudok ezzel, ezt tudom mondani, amit Lezsák Sándor szájából hallottunk ott közösen. Azt gondolom, hogy egy meglehetősen hiteles ember, hogyha végignézzük a 21. századi történelmünket. Köszönöm szépen mindenkinek. Gondolom, hogyha van kérdés lehetőség, akkor... Természetesen szívesen válaszolok, ha tudok. Köszönöm szépen. Vendéglátás. Tessék? Vendéglátás. Ja, jó, hát azt tudjuk. Jó, köszönjük szépen, ha nincs kérdés, tehát gondolkodjanak hátra van. A magyar nyelvű szépsége jobb ágy, ez valamikor jobb ágyból való volt. Ó, ezt majd mindjárt megnézem. Ilyet nem láttál mostan. 1846-ban készült Székely-Keresztoron. Ez még a dédörög apám emlőtt. Ezt nagyon köszönöm, mindenképpen meg fogom nézni, sőt, meg is fogom újra. Egy pillanat, mindjárt befejezzük a rendezőt dolgot, és utána szabad vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert a tárogató tényleg a szívügyem, és ez valóban meglepő, hogy nem klarinéten a tárogató. Ha valakinek van még kérdése, vagy akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Jobb ágyból van, úgyhogy nem kérdezünk, hogy tudjuk. Csak egy kérdésem. Igen. Tudom, hogy ez most nem koncert, de végszóként hallhatunk tőled valamit. Tehát, amit várt, hogy ezt... Köszönöm, Gyuri, a kérdést. Hát esetleg, ha valakinek van kívánsága, mit játsszak el? Székely himnusz. Az is jó. Akkor énekeljük el együtt közösen a székelyünk. Yeah.
Nem komoly talán ez a dolog? Nagyon komoly talán, tehát van róla szó. De semmiféle kötelezettséget nem váltal, nem vállaltak ebbe az irányba, és mai napig a sztálini alkotmánynak a tovább pofozgatott verzióját tartatják be velünk. Tehát milyen volt rajta valami márkajelzés? Ott volt rajta, hogy mikor készült itt, ilyen kis tábla volt rajta. Azt, de kár, hogy az nincs meg. De megvan? Megvan. Megvan, ott van. Hát azt akkor azt valahogy vissza... 1846-ban készült. Ez egy déd öreg apám jelent. Székely keresztáról, Székely útban rájön csinált. Nyugodtan vele a kutatját. Egy oktávváltós. Ez nagyon ki van száradva, de megpróbálom. Hát még a párnák is jók rajta. Tehát rendesen takarnak a párnák. Ja, nem jó. Egy kicsit másképp állnak rajta a billentyűk, igen. Tökéletes jó hangszer. Fém tárogató, hát ezt a mindenit. Na most akkor... Látod, még önök, ami itt van, nád is hozzá. Aha, hát most ezt a nádat ma ki kéne cserélni, mert ez már el van öregedve, már régi nád. A tüktől, mikor játszottam, 5 év ezelőtt játszottak ebben. Fölnyitt a projba. Nagyon gyöngy a nád, ki kéne cserélni.